Nagyon érdekes a téma. A 18-as karikát is ki lehetne rakni ehhez a témához. Itt a backstage-ben a hallgatóim és a volt kollégáim, illetve a leendő kollégáim, illetve a mostani kollégáim viccelődtek velem, hogy annyira jól áll ez a headset, hogy most már egy call center-es munkát el is vállalhatnék, úgyhogy ha valakinek van ajánlata, nagyon szívesen veszem. De hogy mi is ez a másik aspektus, és hogy honnan, milyen szemszögből vizsgáljuk mi, illetve ez az előadás a kibervédelem helyzetét, illetve a kiberbiztonság helyzetét. Ehhez néhány olyan adalék, amit Arthur volt kedves nem felvezetni, ugye, hogy honnan is ismertek engem, honnan is ismerhetnek engem. Az utóbbi 5 évben én Magyarország Kibervédelmi Központjának voltam a vezetője, mert Magyarországnak volt ilyen, és ma már nincsen. Úgyhogy ez az apropó valójában arra, hogy egy olyan esettanulmányt tudok első kézből elmondani, ami meg tudja mutatni azt, hogy ha egy ország, hogyha egy kormányzat valamilyen módon sikeres egy bizonyos témában, akkor ugyanaz az ország, ugyanaz a kormányzat ezt a sikert hogyan tudja tönkretenni. Több aspektusból tudom megmutatni. NATO-s kibervédelmi munkacsoport tagként, illetve nemzeti képviselőként ugye a nemzetközi irányból tudom mindezt megmutatni. Az Európai Unió Biztonsági Bizottságának a képviselőjeként meg tudom mutatni ezt EU-s viszonylatból is, és hát a Kibervédelmi Központ megalapítására felkért szakértő, és egyébként ennek a vezetőjeként azt is meg tudom mutatni, hogy milyen okok vezethetnek oda, hogy egy sikersztorit, egy ország, és itt nem csak Magyarország, hanem az összes ország hogyan tud hát egy ilyen nagyon-nagyon áldatlan állapotba hozni. Nézzük meg, hogy hol tartunk most, hol tart a kibervédelem, hol tartott Magyarország kibervédelme worldwide, világszinten ez év áprilisáig. Ez év áprilisáig különböző indikátorok megmérésével az ITU és az EBI Research közös kutatása megmutatta, hogy Magyarország az elmúlt időszakban a világranglistán a 6. helyre tudott felzárkózni a kibervédelmi képességekben, a jogi szabályozástól kezdve egyébként a szaktudásban is. Hogyha ezt Európára vetítjük, akkor az európai országok között bizony Magyarország a 3. legerősebb kibervédelemmel rendelkező ország volt ez év áprilisáig. És miért mondom, hogy volt, és miért mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó állatorvosi ló megmutatni azt, hogy egy ország, a világ összes országa hogyan képtelen megoldani a saját kibervédelmét. Mik azok a tényezők, amik ezt befolyásolják? Mit mérünk egy ilyen felmérésben? Mérjük a jogszabályi hátteret, mérjük a technikai felkészültséget, mérjük a szervezeti felkészültséget, a képességfejlesztést, képességeket, az együttműködési készség, ez később nagyon fontos lesz, mert általában ez 50-50%, tehát vagy együttműködik egy ország, vagy nem. Ez egyébként majdnem mindenkinél. Így van, az első 3 helyezetben azért ez változott, ez 50% fölötti. Ugye ezek százalékos arányok, meg lehet nézni, akit érdekel, nyilván majd később a diát is meg lehet tekinteni részletesebben. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mekkora a kockázatunk, ahhoz azt is látni kell, hogy az ilyen és hasonló rendezvények, illetőleg az informatikai biztonsággal foglalkozó cégek mekkora piacra lőnek Magyarországon. A legújabb kutatások szerint egyébként ez egy 90 millió dolláros piac, ami nagyon pici, picinek tűnik. Ebben egyébként leginkább a hardware és a szoftvergyártók tudnak mazsolázni. Valójában a tudás alapú cégek, a tudás alapú megoldások kevésbé tudnak ebben szerepelni. Hogy mi változott ebben az időszakban, és miért érdekes egyébként az IT, és hangsúlyozom, hogy az IT biztonsági cégek, ipari cégek, technológiai vállalatoknak ez a piac, az, hogy a határvédelemtől ugye elmozdult a belső védelem felé, a belső fenyegetettség felé az egész piac,
Tehát meg tudjuk figyelni a felhasználóinkat, itt láthattunk már DLP megoldástól kezdve minden mást, illetőleg olyan automata sérülékenység kezelő rendszereket tudunk létrehozni, amihez egyébként nem kell speciális szaktudás a vállalatoktól, a vevőtől, mert mindent a szállító szállít. Miközben egyébként, bocsánat, visszalapozom, a magyar vállalatok 80%-a nem rendelkezik semmiféle olyan technológiával, olyan tudással, olyan megoldással a határvédelemen kívül, vagy a vírusvédelemen kívül, ha ezt ide lehet venni, ami fejlett információbiztonsági megoldásnak tekinthető. Ennek ellenére egyébként, amikor a kormány eldöntötte azt, hogy létrehozzuk, megalapítjuk, kidolgozzuk annak a menetrendjét és rendjét, hogy hogyan tud Magyarország kormányzata önrendelkezni a saját kiberbiztonságáról. Egyrészt nagyon sokan megmosolyogtak minket, mert a kiberbiztonság az ugye nagyon sok esetben szitok szó egyrészről, a kibervédelem meg gyakorlatilag egy olyan kifejezés, amit egyébként az IT biztonsággal foglalkozó cégek és illetve a szakemberek is megmosolyognak, hogy ugyan már, hagyjuk már, ez túl sok. Nézzük meg, hogy hogy álltunk 12-ben, ugye ez a kibervédelmi központ, ha már esettanulmányról van szó, 2010-től kezdett el alakulni, 11-től már aktívan működött. 2012-ben Magyarország a legagresszívabb támadó országok listájában a 10. volt világszinten. Kibertámadásokat tekintve. Szétbonthatjuk, hogy egyébként ez DOS, DDoS, avagy egyébként webes, vagy célzott támadás, avagy state-sponsored, teljesen mindegy. Valójában egy worldwide kutatás eredménye alapján kijelenthettük akkor, hogy a helyzet nem jó. Elkezdtünk ebben a központban dolgozni, felszámoltuk azokat a potenciális problémákat, amik alapján egyébként Magyarország támadó országként tudna fellépni, illetőleg így is fel tud, de mondjuk az első 10-ben ne legyen benne. Most ott tartunk, hogy 2015 Q2-es felmérés alapján a 37. Tehát javult az állapot, és kikerült az első 10-ből a támadó országok listájából. Miért? Azért, mert egyébként nekiálltunk, felmértük a rendszereinket, és rájöttünk arra, hogy nem a magyar hackerek, ezek a csúnya magyar hackerek azok, akik támadják a nemzetközi partnereket, más országokat, más intézményeket, cégeket, hanem a magyar IT rendszerek biztonsági szintje annyira alacsony, hogy ugródeszkaként alkalmazhatják, használhatják a szervereinket, az internetre kötött erőforrásainkat, a hálózatainkat, nemzetközi, teljesen mindegy, milyen motivációval induló támadások kivitelezéséhez. Tehát Magyarország tranzitország a kibertámadások területén is, de sikerült mindezt megfogni, csillapítani. Mit tudtunk elérni? És az állatorvosi lónak nagyjából a paraméterei szerepelnek itt fönt. A Magyar Kibervédelmi Központ az MBF CDMA, hogy az MBF égésze alatt indult el. 2 éven belül Magyarország vált az MBF munkatársai és szakértői munkájának köszönhetően a NATO kibervédelmi munkájának a vezetőjévé. Itt ül közöttünk egy kolléganőm, aki a NATO kibervédelmi munkacsoportját vezette 2 hónappal ezelőttig. Az EU biztonsági bizottságában, illetve a bizottságaiban subject matter expertként és nemzeti képviselőként is dolgoztunk azon, hogy az Európai Unió és egyébként az Unióval laza kapcsolatban lévő országok harmonizálni tudják azokat a kibervédelmi eljárásokat, amik lehetővé teszik azt, hogy együttműködve az uniós tagországokkal javítsunk a helyzeten. Vezető szerepünk volt a visegrádi négyek csoportjában is. Magyarország vezette a visegrádi négyek biztonsági, illetve kiberbiztonsági munkáját. Megalakult egy platform,
hogy a cseh kollégákkal válvetve, és egyébként a V4-ben Magyarország meghatározó kibervédelmi munkát végzett. Megalkottuk a sokak által szintén vérvörös szemekkel olvasott 2013-as 50-es törvényt, tegye fel a kezét, akinek tetszik. De megalkottuk, és azért alkottuk meg, hogy piacot teremtsünk. Piacot teremtsünk azoknak a technológiai cégeknek, akik egyébként azon kívül, hogy azt hazudják, hogy képesek a sérülékenység menedzsmentjét mondjuk egy kormánynak megcsinálni, és nagyon sok pénzért eladni egyébként teljesen felesleges szolgáltatásokat, végre azt az igényt tudják kielégíteni, amit a kormányzat elvár. Fordítsuk meg. Ez volt a cél. Ne azt vásárolja meg a kormány, ami a piacon elérhető, hanem az legyen elérhető a piacon, amit egy kormány, ami egy kormány munkájához szükséges. Ez egy nagyon fontos célkitűzésünk volt. Létrehoztuk a kiberkoordinációs tanácsot. Van, aki ebben részt vesz? Közülete? És tudja, hogy mi ez? A célunk ezzel az volt, hogy a politikát és a lobbit hozzuk össze, és stratégiailag lehessen tervezni innentől kezdve az ország kibervédelmét. Ahogy már említettem, létrehoztuk a kibervédelmi központot, a CDMA-t az MVF alatt, létrejött a NEIH, mint kibervédelmi hatóság, létrejött a GovCert a BM alatt, és megalapoztuk azt, hogy Magyarországon egyébként a biztonsági vezetőképzésnek egyetemi kereteken belül azonos, sablonos, mindenkitől elvárható keretrendszere legyen. Ez történt 2015 áprilisáig. És ez van most. Van egy módosított IBTV-nk, vannak a titkosszolgálataink, akik maguk barántották egyébként a tevékenységet, gyakorlatilag megszüntették azokat a csoportokat és szakértői csapatokat, akik ezzel foglalkoztak, és CERT-eket építettek fel, a CERT funkciót gyakorlatilag magukhoz ragadva. Miért történhet ez egy országgal? Hogyan történhetik az meg, hogy egy sikersztorit egyébként egy ország ennyire felborít? Jelenleg egy jogszabályi hátterünk van, nem mérhetőek a képességeink, mert nincsenek képességeink. Megszűnt. Ennek az elmúlt fél évnek a hathatós munkája eredményeképpen megszűntek Magyarország kibervédelmi képességei. De nem csak Magyarország áll így. A világon mindenhol megfigyelhető az, hogy ha valahol elindul egy kibervédelmi központ fejlesztése, képességfejlesztés a piacról, a piaccal együtt a kormányzatok is, illetőleg az integrációs szervezeteken belül, a NATO-n belül is elindulnak ezek a munkák, akkor arra jövünk rá, hogy nem érdeke az országoknak valójában hathatós kibervédelmet építeni. Miért nem? Egyrészt vannak személyes motivációk, kontraszelektált személyes motivációk. Vannak olyan pozícióban lévő emberek, minden országban, így Magyarországon is nyilván, akik kijelentik magukról, hogy ezt ők akarják csinálni, ez lesz az ő új karrierjük, elkezdik saját magukat felépíteni, anélkül, hogy felépítenék a saját tudásukat. Illetőleg, ha már más többre képes, féltik a saját széküket. Gazdasági érdekekről van szó, arról van szó, hogy egyébként nem érdeke a piacnak, nem érdeke az IT piacnak és az IT security piacnak az, hogy legyen egy országnak saját önrendelkezése a saját biztonságán, mert akkor kiveszi meg a részmegoldásokat nyújtó és egyébként a szélszek által behozott szolgáltatásokat. A magánérdek nagyon fontos, erről már beszéltünk. A piacvesztés, a vélt piacvesztés az, ami egy nagyon komoly gazdasági drive. Ha egy kormány saját maga akarja kezébe venni ezt a tevékenységet, mindenki megrémül, hogy fogja hozni a számait.
hiszen mindenkit számokban mérnek. Mi történik? Elindul egy nagyon-nagyon kemény külső lobby a tekintetben, hogy szűnjön meg ez a képesség. Másik oldalról, tekintve, hogy új kihívásról van szó, és az új kihívás megkövetel egyébként az államok részéről klasszikus válaszokat is és új válaszokat is, valójában a kijelenthető globálisan a bolygóra, hogy a titkosszolgálatok óriási válságba kerültek, mert ma annyira aszinkron ez a fenyegetés, és annyira aszinkron ez a képesség, hogy ma egy 16 éves kisiskolás többet tud elérni a saját tudásával, az információs rendszerek feltörésével, mint bármelyik szolgálat. És nem oda jut el, hogy a saját képességét kezdje el fejleszteni, hanem oda jut el, hogy egy hacking teamtől és egyébként más országoktól vásárol olyan támadó szoftvereket, amikkel egyébként belügyi és a külföldi hírszerzését is és megfigyeléseit is irányítja. Ez egy óriási válság, nincsen saját képesség, vásároljuk külföldről. Az elmúlt egy hónapban, amióta a Cyber Services ZRT megalapítottam, három olyan megkeresést kaptunk, hogy kiberfegyvert gyártsunk. Hármat. Hány olyan felkérést kaptunk, hogy védjük meg az adott rendszert? Találós kérdés. Jó, tehát mi történik ma? Mindenhol, a világon mindenhol behúzzák egyébként a képességet a titkosszolgálatokba, behúzzák a rendvédelembe, behúzzák a honvédelembe, behúzzák a hírszerzésbe. Egyetlen egy dolog történik, hogy izolált képességközpontok fognak létrejönni, és alkalmatlanná válik arra, hogy a piacról beszívja azt a szaktudást egy titkosszolgálat, amivel egyébként ezt a képességet meg tudja csinálni, és nyilván hazugság az, hogy kibervédelmet szeretne felépíteni, mert mindenki kibertámadási képességre gyúr. Mindenki. Miért? Azért, mert új típusú kémkedési tevékenység, hírszerzési tevékenység jött létre, rájöttek arra, hogy hát a komputerekkel lehet hírt szerezni időben. Egyébként az államilag támogatott kibertámadásokról később kicsit beszélgetünk. A kiberbűnözés, a kiberkémkedés, a kiberterrorizmus, ezek olyan új szakszavak, amikkel szembesülni kell. Ennek a csomagnak, vagy ennek a marketingnek a nyomán minden olyan kormány, akiben egy olyan kormánytag sem ül, aki képes lenne komputert használni, azt fogja mondani, hogy kérem szépen, a rendvédelem, a klasszikus értelemben titkosszolgálatok és a katonai erőt kell felépíteni ezzel az új képességgel. Na de honnan? Valójában a legnagyobb probléma az, hogy mindenki hazudik, ugye ezt már hallottátok tőlem többször. Az információ biztonságban tényleg mindenki hazudik, mindenki azt mondja, hogy ő képes, a pozícióban lévő anem, azt mondja, hogy neki van képessége erre, de egyébként, ha nincs, tök mindegy, mert a vezető, a felettes, a politikus nem érti meg, hogy tényleg nem volt. Valami fog történni. Zsebszerződéseket kötnek egyébként külső beszállítókkal, és behazudják a saját képességeiket. Hamis szövetségek, hamis ellenségképek vannak. Ugyanis az történik, hogyha egy belügyi titkosszolgálat vásárol egy támadásra, lehallgatásra, értsd, megfigyelésre alkalmas keretrendszert, nagyon sok ilyen példánk van, itt van például a hacking team, amit most már hacked teamnek kell hívni, mert hát a borul járt, akkor az fog történni, hogy a szállító, a kiberfegyver szállító a szolgáltatással együtt azt garantálja, hogy ha lebukik egy megfigyelő hálózat, x időn belül újra termeli, átprogramozza és újra megfertőzi a megfigyelt eszközöket, de úgy, hogy behazudik egy harmadik vagy egy negyedik országot gyakorlatilag támadóként. Mi történik ezáltal? Az történik, hogyha valaki egyébként, valaki egyébként azt mondja, hogy neki van képessége,
akkor nem neki van képessége, hanem egy olyan cégnek, vagy egy olyan országnak, aki ezt a képességet biztosítja arra, hogy a saját állampolgárainkat, a saját cégeinket, a saját politikusainkat, vagy egyébként egy másik ország ugyanígy állampolgárait, politikusait meg tudjuk figyelni. De ez akkora kitettséget jelent, amikor hát el sem tudunk képzelni, hiszen például a hacking team esetében kiderült, hogy backdoor volt ugye a command and control rendszerekben, tehát a gyártó vissza tudott nyúlni hova? Hát a titkosszolgálatok rendszerébe. Ez egy óriási kitettség. A másik, mindenki gyúr arra, hogy legyen malware analízise, malware felismerése, meg egyébként malware kampány, meg APT, meg a többi. És hozzák a riportokat, hogy Oroszország, Kína és egyébként az Egyesült Államok az initiator, ők a támadók. Holott az történik, hogy ők csak proxik. Az történik, hogy direkt van úgy megírva egy támadókód, hogy abban olyan részletek legyenek, amiket az elemzők majd beazonosítanak orosz, kínai vagy amerikai forrásként. Miért? Hogy ne bukjon le egy ország saját titkosszolgálata, hogy az ő műve. Az esetek 60-70%-a belső ügy. A kiberháború az egy nagyon mitikus dolog, létezik, de nem malverekkel történik. Valójában azzal történik, hogy van három nagy halmaz a világon, van Kína, van Oroszország, van az Egyesült Államok, akik hegemóniára törnek. A háború nem online történik, vagy nem csak. Nem csak, és nem malverekkel. Információval, közösségi hálózatokkal, gazdasági érdekekkel, gazdasági befolyással és politikával, cyber diplomacy-val. A végső válasz arra, hogy ez miért történik így, az az, hogy lesz 5 milliárd internetfelhasználó, lesz 7 milliárd felhasználó, 55 milliárd eszköz, amik emberi beavatkozás nélkül fognak kommunikálni. Ez körülbelül 2020-ra, jön a dolgok internete, erről is sokat hallottunk már, és valójában az 5. hadszíntérnek a terepe ez a terület. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fenntartható háborút lehet vívni azért, hogy ki kontrollálja az internetet a jövőben, mert azért lesz a gazdasági erő. Ez ezt jelenti. És akkor itt van egy példa arra, hogy mit építettünk fel, hogyan kell felépíteni egy hatékony kibervédelmi szolgáltatás rendszert. A Cyber Services-nek a szolgáltatásai így néznek ki. A világon 35 országban értékesíti. Egy hónapja működünk. Egyébként, hogyha nincs, akkor az fog történni, hogy lesznek laborok, akik malware-t elemeznek, és lesznek certek, akik sérülékenység információt fognak megosztani egymással, de semmi mást. Könnyű elképzelni, hogy egy titkosszolgálatban kialakított certközpont, vagy ilyen képességközpont biztosan érdekelt egy másik titkosszolgálattal megosztani bármit. Hát nyilván nem. Innentől kezdve ez kamu. Ezért nem lehet valójában kibervédelmet építeni az országokban jelenleg, és erre az a válaszom, és az a mi válaszunk, hogy teljesen mindegy, hogy ezt a központot szétverték, vagy nem verték szét, teljesen mindegy, hogy Magyarország elveszítette az összes nemzetközi képességét, egyébként zárójelbe teszem, hogy orosz gazdasági nyomásra. Történt mindez. Kijött a piacra, ez a képesség elérhető, ez a képesség teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani a bárkinek, akit ez érdekel, mert innentől kezdve, ha nem egy kormányzat építi meg magának, akkor meg egy kormányzat megveszi tőlünk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást a továbbiakban. Köszönöm.